Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: nagyobb célok esetén kevesebb a konkurencia. Én írtam az Ingatlan Sámok című könyv első második részét, enyém az Ingatlan Sámok Klub, illetve Győrben vannak előadásaim is, minden hónapban más ingatlanos téma, gyere! Azért gondoltam ezt megemlíteni, mert most nem azt jelenti, hogy kilóg a seggem a gatyába, és akkor hát én egy kastélyt akarok venni, tehát azért nem a hülye gyerek szindróma, mert ezeket a célok, szóval nekem van a saját kis realitásán belül valamilyen célja. Mondjuk én nekem az, hogy igen, nekem legyenek házaim, mondjuk ez se volt túl reális, de volt egy ilyen célom, amit nyilván megvalósítottam, de nem volt rá pénzem. De mikor megvalósítasz egy célt, akkor viszont látod a következőt, és egyre nagyobb álmokat tudsz megvalósítani. És én azért is javasoltam azt, hogy igenis az ingatlanokkal tessék oda eljutni, hogy akár szállodai színvonalat produkálni, tehát nem az, hogy ferdel fal, meg jó lesz ez így, most éppen itt a lemagált a köműves a sárga földig, és akkor itt kiesett minden a kezéből, és akkor úgy maradt, hanem igenis szállodai színvonalat, mert ott tudsz több pénzt kérni, és ha hiszed, hanem a bérleti piacon is van nem egy olyan bérlő, aki hajlandó fizetni azért, hogy jól érezze magát, vagy hogy esetleg álmai ingatlanába éljen, még ha csak bérlet is. És pont egyik ismerősöm mesélte, nagyon érdekes, hogy kivett a testvére egy ingatlant, és úgy örült neki, mintha a saját háza lenne, tehát el lehet ezt is érni, nem tőlem vette ki, de én is hála Istennek megtapasztaltam ezt az érzést jó párszor, és hidd el, hogy nagyon jó érzés, és itt van az, hogy a bérlők is akkor nyilván időbe fizet, örömmel fizet, örül, hogy ott lakik, tehát ezek nagyon fontosak, és ott minél magasabb áron kínálsz valamit, nyilván adnod kell cserébe valamit, tehát nem csak az ár magas egyébként, meg nem adok semmit, de ha oda el tudsz jutni, hidd el, sokkal kevesebben vannak, és ugyanúgy ki tudsz adni mindent, nyilván hirdetni meg kell tanulni, meg egy-két dolgot hozzá, de az alapszolgáltatás az viszont legyen kiváló. Erre akartam úgy Isten igazából kitérni, mert anélkül szerintem nem fog menni, és igenis teremtsél szállodai színvonalat, és amikor az megvan, akkor mehetünk feljebb, hogy hoppa, akkor elmész a luxus irányába. Ugye amikor kérdeznek emberkék engem, én ezt szoktam javasolni most, amennyiben megteheted, mert van egy-két ismerős, hogy most családi házakat vesz, meg épít, meg hasonlók, meg lakópark, meg ilyenek, hogyha válságra számítasz, mint ahogy most annyian számítanak, meg olyan rég volt, hogy előutól csak lesz valami, de akkor igenis, akkor a luxus irányába kell elmenni, és azért érdemes oda elmenni szerintem, ez csak az én véleményem, mert ott van pénz. Tehát gondolj bele, hogyha bármi történik, akár az autóiparral, és kevesebb ember kell, meg át fog alakulni, mert itt az Audi dolgozik mondjuk 13 ezer ember mondjuk ott, véletlenül, hogy átalakul és robottechnika bejön, még sokkal ennél erősebben, akkor nem ugyanezt a 13 ezer embert alkalmazzák, mert lehet, hogy csak 3 ezer ember lesz, de ők egyetemi végzettséggel, meg máshonnan, meg hasonlók. Tehát átalakul, viszont annak a rétegnek, igenis akkor nem a panelbe fogja őket az Audi sem költöztetni szerintem, hanem igenis ő nekik megadják a módját, még kvalifikált a munkaerő, tehát kicsit más kategória. Jó, tehát ha a piacot egy picit előre akarod nézni, akkor én szerintem nem rosszak ezek a gondolatok, amit mondok neked, lehet, hogy azért, mert erről vagyok meggyőződve. Ha nem úgy látod, akkor írd le véleményed, de úgy gondolom, hogy ha a válságtól félsz, akkor igenis el kell menni a luxus irányába, és akkor ott teljesíteni, jól teljesíteni, kitapasztalni azt a piacot, kiszolgálni azt a piacot, értéket teremteni, és akkor szerintem nem lesz, én úgy gondolom, nem lesz gondod. Úgyhogy itt vannak azok a nagyobb célok, hogy ezt kezdtem ingatlannal, ferde volt a fal, amikor levettük a tetőt, a ház erej is meg vége között volt 17 centi különbség, tehát ez azért nem kicsi. Jó, tehát innen el lehet oda jutni, hogy igenis örömteli bérlőim vannak, és tényleg egy ilyen szállodai színvonalat próbálok kreálni. Van olyan ingatlan, hogy azért okoz ez nehézséget, mert tulajdonképpen nincsen üres járati idő, tehát reggel kimegy az egyik bérlő, délután már jön a másik, tehát hogy nem olyan könnyű ezt. De viszont én is ezen dolgozom, ez a lényege, és ezt tudom neked is javasolni. Ide, tehát odafent, úgymond, tényleg sokkal kevesebb a konkurencia, jó? De neked tanulnod ténylegesen értéket előállítani ingatlannal. Köszönöm, hogy megnéztél, amennyiben tetszett a videó, akkor iratkozz fel. Szia!